Bált rendezett a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum Szerencsen február 11-én. Az eseményen a mulatságba érkezőket Gasperné Tilman Edina köszöntötte. Az intézmény igazgatója beszédében hangsúlyozta, hogy hálával tele a szíve, hogy ennyi sok jó ember van, akik fontosnak tartották, hogy az estén a jelenlétével is támogassa az iskolát, majd a köszönetét fejezte ki azoknak, akik segítik a Bocskait azért, hogy a tantestület az iskola közösségével együtt eredményesen végezhesse a munkáját. Ezt követően Nagy Virág 10. H-osztályos tanuló zongora előadását hallhatták a jelenlévők. Következő műsorszámban Plaszkó Kamilla énekelte Máté Pétertől a Most élsz című számot. Müller Gréta és Mezősi Ákos Berkes Olivértől a Világító Torony című dallal kápráztatta el a közönséget. Az iskola modern táncosai közül álltak néhányan a színpadra, amely produkció Rozgonyi Anna saját koreográfiájával folytatódott. A 12. évfolyamos diákok vidám és pörgős latin táncot adtak elő.
Ismét Müller Gréta és Mezősi Ákos hangjával telt meg az intézmény aulája, akik Cserháti Zsuzsától az Elfelejtett dal című számot énekelték. Az a perc most Gábor Zsuzsanna önkormányzati képviselő epipenoldatos injekciós tollat adott át, amely gyógyszerrel életet menthetnek, hiszen allergiás reakciók esetén azonnali segítséget nyújt a rászorulóknak. A rendezvényen Gasperné Tilman Edina mellett Csíder Andor, a Szerencsi Szakképzési Centrum műszaki és szolgáltatási technikum és szakképző iskola igazgatója is átvehette az életmentő epipent. A műsor folytatásaként a diákok a Meghívtál, hogy vízre lépjek című dallal vívták ki a közönség elismerését. Sorzárásaként a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum pedagógusai közösen énekelték el az Élet szép című dalt. Produkciókat követően a pezsgős kocintás alkalmával Szarvas Péter atya háláját és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy az iskola, a gimnázium működni tudjon. Ezt követően a hajnalig tartó mulatság is tánc vette kezdetét, amelynek keretében értékes tombolatárgyakat is kisorsoltak a résztvevők között.